Néhány nap van minden szentek és halottak napjáig. Ennek megfelelően már hétvégétől megnőtt a forgalom Nyíregyházán az északi temetőben. A hét folyamán módosított nyitvatartással várják a látogatókat. A temető igazgatósága pedig arra kéri őket, próbálják betartani a rendelkezésre álló időt. Zárás után ugyanis csak a 24 órás portaszolgálattal működő Pazonyi úti bejáratnál hagyható el a sírkert. Ebben az időszakban a temetkezési Kft. A kegyeletlen róvás feltételének biztosítása érdekében módosított nyitvatartási időt vezetett be, mely szerint 2019. október 26-ától 2019. október 30-áig reggel 7 és este 7 között lehet látogatni a temetőinket, míg 2019. október 31-én, november 1-én, november 2-án és november 3-án reggel 7 és este 8 között állunk a temető látogatók rendelkezésére. November 1-én délelőtt 7 és 10 óra között ingyenesen hajthatnak be az autósok a temető területére. Ugyanakkor a 3 órás intervallumban a balesetek elkerülése érdekében jelentős forgalom korlátozásra kell számítani. Az október 31-november 1-i időszakban jelentősen megnő a temető látogatottságunk, ami azt jelenti, hogy ezeken a napokon 10 000 főt is eléri. Ezért kérem a gépjármű vezetők, vagy felhívom a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy fokozottan ügyeljenek a gyalogos forgalomra. Ezen az időszakban a temető területén a gyalogosoknak elsősége van. Nem csak a közlekedés biztonsága fontos, hanem körültekintően járjanak el a kegyelet virágainak az elhelyezésénél, illetve az emlékezés lángjainak meggyújtásánál is. Olyan helyre tegyék ki a virágokat, olyan helyre tegyék ki a mécseseket, amely nem tűzveszélyes, tehát ezzel azt akarnám mondani, hogy minden évben előfordulnak olyan gondatlanul és meggondolatlanul kihelyezett mécsesek, meggyújtott mécsesek, amely által tüzet okoznak a temetőlátogatók. Az ünnepi időszakban rendőrök, közösségi szolgálatot teljesítő diákok, valamint az északi temető munkatársai is a rend és a biztonságos közlekedés betartásán dolgoznak a sírkertben.